Itt van velünk Regős Judit, a Szülőkháza Alapítvány elnöke. Szervusz Judit, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát nemrég érkeztél haza Marokkóból. Mesélj, hogy miért is voltál ki Marokkóban? Ez így van, most már 5. alkalommal jártam Marokkóban. Ez most már egy hosszú távú kapcsolatnak mondható a Szülőkháza Alapítvány és Marokkó között. Először civil szervezetekkel kezdtünk el különböző családtámogató programokat megvalósítani. Tartottam már tréninget marokkói családoknak, szülőknek, gyerekeknek, sportolóknak, és ennek köszönhetően kialakult egy magas szintű kapcsolata marokkói családügyi és felzárkóztatási minisztériummal, köszönhetően nagykövetünknek, Tromler Miklósnak, aki sokat segített ebben, és az ő meghívásukra, tehát a miniszterasszony meghívására érkeztem most Marokkóba, ahol egy első nagy nemzetközi gazdasági felzárkóztatási fórum volt, ami alapvetően a gondoskodás gazdaság nevet kaptat, Care Economy és felzárkóztatás, és egy előadást tartottam a Szülők Háza programról, hiszen Marokkóban nagyon nagy az érdeklődés arra, hogy átvegyék ezt a programot, és most már konkrétumokkal is tudok majd szolgálni, és szeptembertől köszönhetően egy UNICEF programnak meg is fog kezdődni a Szülők Házának a implementációja, adaptációja Marokkóban. Ez egy óriási dolog, és ehhez gratulálok. Köszönjük szépen. Ezek szerint akkor folytatódik ez a munka, megint majd fogsz menni Marokkóba, meg is van már akár a következő időpont, pont ez a kezdeti időpont, amiről beszéltél? Így van, ha minden úgy alakul, ahogy tervezzük, akkor szeptembertől elindul ez a munka, ami egy terep megismerkedéssel, egy megvalósíthatósági tanulmánnyal, a partnerszervezeteknek egy tréningprogram kidolgozásával indul, erről fog szólni ez az év, és a következő évben meg elkezdődik a képzés, a betanítás, illetve magának a marokkói szülőkházának a kialakítása, és remélhetően jövő ilyenkor már képekkel is fog tudni szolgálni. Mennyi időre mész most ki, Judit? Most ez szakaszosan fog történni, nem fogok kiköltözni, ezt innen is üzenem a kedves családomnak, hanem majd időszakosan fogok kiutazni, és itthonról is fogunk tudni majd dolgozni, és természetesen nem egyedül végzem ezt a munkát, egy csapat áll mögöttem, akik ebben a munkában segítenek itthonról is, és ahogy egyébként most például a kolléganőnk Gánában tartózkodik, van, aki még a helyszínen is tud dolgozni. Igen, beszéljünk egy picit erről is, tehát ugye ez Marokkó most már azért lassan történelme van, de hosszú története a közös kapcsolatnak. Gánával kapcsolatban is ez a helyzet, vagy ez újabb, és a tervek ugyanazok hosszú távon, mint Marokkóban? Gána hamarabb indult, mint Marokkó, és hát ahogy hallhatják a kedves nézők, jó munkához idő kell, szóval ezek a dolgok nem egyik pillanatról a másikra történnek meg. Szülőkháza maga is lassan 20 évre tekint vissza. A gánai programunk az hát olyan 7-8 éve indult, amikor is ugye a Szülőkháza az Európai Unió a legjobb gyakorlata lett, majd ennek a híre jutott a Világbankig, és majd így kapcsolódott Gána be a programba, és a Hungary Helps támogatásával ott már elkészült az a megvalósíthatósági tanulmány és képzés adaptáció, amit most a helyszínen kolléganőnk Bisztrisány Linda éppen megvalósít, és kisebb-nagyobb gyerekekkel, pedagógusokkal, szülőkkel, tanárokkal éppen ezt a programot a helyszínen adaptálja. Jól értem azt, Judit, hogy tulajdonképpen itt elindult egy terjeszkedés a Szülőkháza Alapítvány részéről, és egy talán hosszú távú cél lehet az is, hogy tulajdonképpen, ha nem is a világ összes országába, de minél több országba öregbíteni a Szülőkháza Alapítványnak a hírét, és tulajdonképpen ennek a sikerességét ennek az intézménynek. Ez így van, és én nagyon büszke vagyok arra, és mondom, ez egy csapatmunka, és nagyon sok mindenkinek a hite, támogatása kellett ahhoz, hogy elmondhassam, hogy tényleg egy magyar fejlesztésű családpolitikai innováció az, amire felfigyelt a világ, és ugye a Szülőkháza Alapítvány a tagja az ENSZ-nek, egyébként jövő héten pont egy magas szintű felszólalásra is felkértek, mint civil szervezet, egy
komoly fórumon az ENSZ-ben. Ez is gratulálunk. Köszönjük szépen, és ez valóban azt jelenti, hogy ez iránt, a magyar fejlesztésű innováció iránt érdeklődik a világ, és én nagyon bízom benne, hogy majd lesz sok ember, aki szívesen dolgozik velem együtt, mert nyilván ezt egyedül nem is fogom, és nem is szeretném világszinten terjeszteni, de hogyha lesznek mások is, akik csatlakoznak, én nagyon bízom benne, hogy történelmet írunk. Legyen ez így, és nagyon sok sikert kívánunk hozzá. Köszönöm szépen.